Neked csak az a dolgod, hogy ne add fel, még akkor sem, ha nehéz. Mert ha elég kitartó vagy, előbb-utóbb találsz valakit, aki segít neked. Ne feledd, senki sem érdemli meg, hogy bántsák. Épp ezért állj ki magadért, és kérj segítséget, különben sosem lesz vége. Ezzel a videóval is igyekszik felhívni a figyelmet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács az iskolai bántalmazás problémájára. A szakemberek szerint a gyermekek fokozottan ki vannak téve a bántalmazás kockázatának az iskolában, ahol korunkban már nem csak a fizikai, hanem az online térben is bármikor áldozattá válhatnak. Azokban az esetekben, ahol a bántalmazás családon belül történik, az érintett áldozatok számíthatnak a gyermekvédelmi intézmények segítségére. Jól lehet ez gyakran a családból való kiemelés. Jár. Bántalmazás, fizikai bántalmazás vagy elhanyagolás maga az ok, amiért a kiemelésre kerülnek a gyerekek, és utána, amikor már eltelik egy jó idő és biztonságba érzik magukat, akkor nyílnak meg, és akkor derül fény arra, hogy bizony nagyon nagy számba szenvedtek el még a családon belül szexuális, akár szexuális bántalmazást is. Ennek viszont növekvő tendenciája van a gyerekek körébe. 1990 óta február 22-ét a bűncselekmények áldozatainak napjává nyilvánította az Európai Tanács, amelyhez 1993-ban Magyarország is csatlakozott. A megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya hétfőn témanapot szervezett, amelyen szakmai előadások hangzottak el. Kovács Attila, rendőr alezredest arról kérdeztük, hogy a járványidőszak hogyan befolyásolta a családon belüli bűncselekmények számát. Vannak különböző folyamatok. Nyilván a vagyoni bűncselekmények száma, mondjuk a lakásbetörések száma, az óvatlanul csökkent az elmúlt időszakban, hogy mindenki otthon volt, nem volt lakásbetörés. És tény az, hogy az emberek össze vannak zárva, a családok össze vannak zárva, a feszültség jobban kijön alapból, úgyhogy van egy ilyen tényleg kimutatható növekmény, hogy több ilyen bejelentés van. Ugyanakkor az is igaz, hogy pontosan a propagandának köszönhetően sokkal többen mernek fordulni a rendőrséghez, sokkal több áldozat tesz bejelentést, felvállalva azt, hogy nyilván egy rendőrségi eljárás fog következni, az eleve az, hogy kimegy a rendőr hozzájuk és intézkedni kezd, de sokkal bátrabbak, és egyfelől van egy olyan, hogy a regisztrált bejelentések száma több, és van egy olyan, hogy ami annak a folyamatványa, hogy a kampánynak köszönhetően többen mernek bejelentést tenni. A bűncselekmények áldozatainak napjával a bűnmegelőző szervek a társadalmi szolidaritás, a bűnmegelőzés és az áldozatsegítés fontosságára kívánják felhívni a figyelmet.